Júliustól érdemes az eddigieknél is jobban figyelni ezekre a jelzésekre és az utakra tévedő állatokra. Az új szabályozás szerint mostantól szinte kizárólag az autósoké lesz a felelősség az elütött állatok miatt. Egy 1996-os évi törvény módosult a vadvédelemről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. A módosítás fő eleme, hogy a vadászatra jogosult nem felel azért, ha a vad életmódjából adódóan helyet változtat. Amennyiben megtörtént a baleset, jelezni kell a hatóságoknak. Meg kell állapítani, hogy felróható-e KRESZ szabályszegés a járművezető részéről, vagy felróható-e valamilyen vadászati szabály megsértése a vadgazdálkodó, a vadászatra jogosult részéről. Tehát például, hogy mondjuk hajtást végzett, és az ősz csordát kiterelte az útra, vagy a járművezető a vadveszélyt jelző táblát figyelmen kívül hagyva a megengedett sebességet többszörösen túllépve közlekedik. Hiszen ezek az okok azért már jelentetik azt, hogy valaki itt hibázott. Ellenben felmerülhet annak lehetősége, hogy az autóvezetővel szemben a vadásztársaság igényel kártérítést az elgázolt vad miatt. Mindezek elkerülése véget legjobb felkészülten útnak indulni. Ezt megelőzhetjük különböző vadriasztókkal, amiket felszereltünk a járműre, nem tiltja a KRESZ ezeknek a használatát, és megelőzik adott esetben a vaddal való ütközést. Továbbá nagyon fontos a világító berendezésnek a megfelelő használata, tehát amennyiben lehet és nem zavarjuk a szembe jövő járművezetőt, használjuk a távolsági fényszórót menet közben, amennyiben ugye a szabályzás lehetővé teszi. Továbbá, ami nagyon fontos szerintem, hogy arra azért mindig figyeljünk oda, hogy ne bízzunk abba, hogy én egy egyenes úton, ahol senki nem jön szembe, ott én védve vagyok mindentől, és a figyelmem lankadhat. Hiába a sok vadjelző tábla az utak mellett, évente körülbelül 5200 közlekedési balesetet okoznak a magyar közutakon kúszáló vadállatok. Egy népi mondás szerint az őzeknászának időszaka július 26-ától augusztus 12-éig, vagyis Anna naptól Klára napig tart. Azonban a szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy mindig fokozottan figyeljenek, ne csak magukra, hanem a környezetre is, hiszen a vad bárhonnan és bármikor előbukkanhat.